Gyulajon is megtettek minden szükséges óvintézkedést a járvánnyal kapcsolatban, bár azért akadt, aki sajnos nem veszi komolyan a jelenlegi helyzetet, mondta Selmeci László polgármester. Most itt, ahogy ez a koronavírus helyzet itt kialakult, ebben kapcsolatban itt egy minden lakásba egy körlevelet küldtünk ki, és tájékoztattuk itt a lakosságot a helyzetről, és figyelmeztettük, hogy próbálják betartani ezeket az előírásokat, amiket itt kiadott itt ez a törzs, az operatív törzs, amiket itt megállapított, hogy mit kellene betartani, és hogy próbáljanak ahhoz igazodni, és minél kevesebbet mozogjanak az utcákon, főleg az idősebbek, próbálják otthon maradni, és úgy oldják meg a dolgait, hogy minél kevesebb emberrel találkozzanak az utcán. Akkor következő felhívásokat tettünk ki a hirdetőtábláinkra, és mindig folyamatosan, amikor újabb korlátozás vagy újabb valami szabály lépett életbe, akkor mindig tájékoztattuk itt a lakosságot. Az óvodában működik, ilyen gyermekfelügyelet működik az óvodában, per pillanat 5 gyerekre felügyelnek. Ezt is azért kellett megoldanunk, hogy a szülők tudjanak menni dolgozni, mert amúgy is kevés a jövedelmük, és akkor így, ha még ez is kiesett volna, akkor tényleg nehéz lett volna nekik a megélhetésük. Az iskolába is szintén most megindult a gyermekfelügyelet, ott kevesebben vannak, ott 3 tanuló gyerek van, akinek a szülei igényelték, hogy felügyelet alatt már legyenek napközben, míg ők dolgoznak. A hivatalban folyik az ügyintézés, nem áll meg a munka. Itt is azért felváltva naponta itt van egy-egy ügyintéző, minden nap egy más valaki. A többi kolléganők meg ügyintézők, ők otthonról dolgoznak. És ügyfélfogadás egy héten egyszer van, egy szerdai nap, délelőtt, 9-től délig. És akkor itt intézzük el, amilyen tényleg olyan fontos, ügyes, bajos dolgok. Átmeneti óvintézkedés, hát maszkokat osztottunk az időseknek. Mindenképp minden 65 éven felette idős mindenki kapott maszkot, akkor aki igényelte a dolgozóinknak, meg aki igényelte őt, és őket is elláttuk, és ilyen mosható maszkokat csináltunk, és osztottunk az embereknek. Most a közlekedésnél is, itt a utazásnál, a busz közlekedésnél is maszkra van szükség újabban, és akinek nincs és igényelte, ott kitettünk ott is egy hirdetményt, hogy a közösségi házunkban felvehet mindenki egy maszkot, és akkor így tud utazni a buszon is, és nincs kivetni való ebbe senkinek. Az orvosi rendelőben csak a súlyos eseteket fogadják, egyebekben telefonon adnak tájékoztatást a betegeknek. Kurdon van egy gyógyszertár, oda járnak le, és ott is a Máltai Szeretetszolgálattal egy ilyen gyógyszerbeszerzést eszközöltünk, és ők felhozzák a gyógyszert az igényeknek megfelelően, kiviszik a lakásokba, rászorulóknak, időseknek, úgyhogy ez is működik. A lakosság ilyen vegyes érzelmekkel fogadta ezt a koronavírusnak ezeket a híreit, és van, aki nagyon komolyan betartja, és tényleg én úgy gondolom, hogy inkább az a többség, aki ezzel foglalkozik, de van, aki tényleg nem veszi komolyan, és ilyen bohóckodik, meg mit tudom, hogy úgy veszi, hogy tényleg ilyen viccesnek veszi, azokat próbáljuk rávenni arra, azért próbálják meg komolyan venni, mert ez nem egy egyszerű dolog, és ennek még később is komolyabb következményei lehetnek. Úgyhogy nehéz egyes embereknek beleverni a fejébe tényleg, hogy ezre figyeljenek oda, de a nagy része az emberek úgy gondolom, hogy azért ezzel tisztában, hogy mi ennek a következménye, is látja, hogy itt tényleg nem gyerekjáték ez az egész, és úgy foglalkozik vele, hogy komoly dolog, és ezt minél hamarabb túl kell élni, és egészségbe, és úgy szeretnénk, hogyha minden hamarabb vége lenne ennek az egész járványhelyzetnek, és tényleg tudnánk csinálni tovább a dolgunkat. A szomszédos Kurdon is különös figyelmet fordítanak a lakosság védelmére és a megfelelő tájékoztatásra. Eközben a polgármesteri hivatal felújítása is zajlik a faluban. A veszélyhelyzet bejelentése óta, mint oly sok településen, nálunk is az oktatási intézmények működésében elég komoly változások álltak be. Az iskolai oktatás otthonról működik, tehát otthon tanulnak a gyerekek, a pedagógusok pedig távoktatásban végzik ezt az oktatási tevékenységüket. Az óvodánk talán egy kicsit a környező településekhez képest más, elejétől fogva, tehát a vészhelyzet óta is működik. Nem nagy létszámmal, egy 4-5 fővel működik az óvodánk. Azoknak a szülőknek a gyerekei járnak, vagy járhatnak most is óvodába, akiknek a munkahelyét fenyegette volna az, hogyha otthon maradnak a gyerekükkel.
El kell még mondanunk a konyhát, a konyhánk működik továbbra is, tehát azoknak a rászoruló gyerekeknek és a szociális étkezőknek biztosítjuk a konyhai étkezést, illetve a főzést. Ezt az ételt most természetesen nem fogyaszthatják el az étkezőben, hanem ezt kiszállítjuk a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően. Talán el lehet mondani, hogy a településünkön nagyon sok önkéntes van. Az önkéntes szomszédok, az önkéntes családtagok segítik az idősek mindennapi tevékenységét, sőt, egy vállalkozó azt is vállalta, hogy a boltjából kiszállítást végez, ami nagyon nagy segítség az idősek és az önkormányzat számára. Egyébként csökkenőben van a segítségkérés, tehát az önkormányzattól történő segítségkérés. Lehet azt mondani talán, hogy ezt a közelebb levő szomszédok és családtagok átvállalták az önkormányzattól. Az önkormányzat egyéb tevékenysége jelenleg nagyon leköt bennünket, az épület felújítása, a polgármesteri hivatal felújítása történik. Szerencsére a kivitelező nem szüntette be a munkát. A mai napon is az eső ellenére sokat dolgoztak az épületen és környékén. Jelenleg már az épület külső hőszigetelésének befejező munkálatai történnek, valamint a színezés, és néhány belső simító munka van még vissza. Várhatóan május 15-ére el fog készülni. Müller János Kurt polgármestere úgy látja, csökken az önkormányzattól való segítségkérések száma. A segítő rokonok, szomszédok sok feladatot magukra vállalnak ebben a kritikus helyzetben.